sir. At your toot. Na, menjünk a DM-be kókusztejet venni. Ugyanis nem tudom meginni a kávéimat kókusztej nélkül, meg majd amúgy is fog kelleni a zapkásához, meg ilyesmi, amit ma kellene ennem. És tudom, hogy nagyon sokan kéritek a zapkása receptem. Szóval tudom, hogy nagyon sokan kéritek a zapkása receptem, de ma úgy érzem, hogy nem fogok azt reggelizni, hanem tojást, meg bacon, vagy valami ilyesmit, mert egyszerűen kezdjük ott, hogy már 18 órája nem ettem semmit. És ez azért van, mert valamire allergiás vagyok. Nem tudom, hogy a tejre, a gluténre, vagy a fruktózra, de valamire nagyon. És ugye most már bejelentkeztem kivizsgálásokra, de úgy persze várnom kell 3 hetet, mert nem tudtak rögtön bevenni. Ez már egy kicsit hosszabb ideje fennáll ez a probléma nálam, hogy állandóan puffadok, de állandóan egyfolytában is nagyon fáj a hasam. De tegnap volt az, amikor még ettem egy protein fagyit, és ugye abban biztos volt tej, és nagyon fájt a hasam, nagyon megint felfújottam, és úgy döntöttem, hogy hagyok egy kis időt a hasamnak, a gyomromnak, hogy egy kicsit helyreálljon, és délután 4 óta nem ettem semmit, most már 10:45 van másnap, és még mindig nem vagyok éhes. Ugye megittem azt a vizet, amit láttatok, mindig ezzel kezdem a reggelem, viszont tök érdekes, hogy még mindig nem vagyok éhes, ami kicsit bosszantó, tényleg valami nagyon nagy problémám lehet, tehát valamire nagyon allergiás lehetek, csak nem tudom mire. Ez a felállás, kicsit náthás vagyok, de ma már fogok edzeni, mert már 2 napja otthon tunyulok, úgy érzem, hogy az izmaim el vannak gyengülve, úgyhogy szeretnék edzeni, és úgy is érzem, hogy tudok edzeni, erősíteni, nem fogom kardiozni persze. Szóval nem vagyok ilyes, de biztosan lenni fogok, mert muszáj ennem, mert kell az energia, kell a protein, hogy tudjak edzeni. Úgyhogy menjünk is venni kókusztejet. Aztán visszajövünk, és mondom tovább, mert itt a nagy melegben mindjárt szétsülök. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a stop. Ezek ilyen kis golyocskák. Nagyon finom. Még megeszek még egyet, és utána megyek haza, és csinálok reggelit. Most felmerülhet bennetek a kérdés, hogy mégis hogy engedek meg magamnak ilyeneket, és egyszerű a válaszom, én mindent megengedek magamnak, csak mindenből az bless you. Szóval mindent megengedek magamnak, csak mindenből az egészséges alternatívát próbálom választani, mint például most ebben az esetben ez. Ez is egy gluténmentes, vegán és hozzáadott cukormentes kis golyócskák, amiben tényleg csak annyi cukor van, amennyi ugye például az összetevőkben. De tojás, kókusz, chia magok, szőlő, ennyi. És sokan kérdezitek, hogy ugye, hogy mondjatok le ilyen édes dolgokról, meg nem tudtok lemondani. Én inkább édes szájú vagyok, és az is voltam, tehát hogy én napi szinten megettem nagyon-nagyon sok édes dolgot, kiskoromtól kezdve, és hogyha én azt mondom, hogy nekem is sikerült átállnom erre a, tudom, hogy fogalmazzak erre, a túloldalra, ahol azért odafigyelek, hogy egészségesen egyek, és tényleg szerintem soha nem vonjatok meg semmit magatoktól, mert annak nincs értelme. Az elején én is úgy csináltam, hogy nagyon sok mindent megvontam magamtól, és utána nagyon-nagyon depresszív hangulatba kerültem, folyamatosan ilyen falási
valamik törtek rám, tehát hogy így az egyik nap nem ettem inkább semmit, a másik napon felfaltam mindent, erről majd később beszélek, és aztán én letisztáztam magamban, hogy én nem fogok semmit magamnak megtiltani, és szerintem ez az arany középút, ezt kell mindenkinek megtalálnia, hogy ne tiltsatok meg semmit, mert egyszerűen nem lesz értelme, és próbáljátok megtalálni az egészséges alternatíváját, én sem veszem meg az egész csomagot egyszerre, ha valamire gusztusom van, megveszem, megveszek belőle egy-kettőt, ettől meg nem fognak eltűnni az izmaim, és az a sok edzés, amit beleülök ebbe az egészbe, attól még nem fog eltűnni, mert eszek kettő ilyen golyót mondjuk. Szóval próbáljátok megtalálni az egészséges alternatívát, és most menjünk fel, csináljunk reggelit. Ugye mondtam, hogy milyen problémám van, ezért azért már próbálok odafigyelni, és gluténmentesen enni, hát ha az a probléma, mert amúgy nagyon nagy esély van rá, mivel hogy az anyukámnak is ilyen problémája van. És most például ilyen kenyeret fogok enni, egyet a reggelimhez, és csak három tojást. Mielőtt elfelejtem, veszek be egy ilyen szájtekes C1000-es vitamint, meg D-vitamint, és hillakot is, mert hát puffadási problémák, ugye? Személy szerint sokkal jobban tudom megemészteni a dolgokat, hogyha meg vannak főzve, vagy kicsit átpirítva, vagy ilyesmi. Úgyhogy... Ja. Annyit pofáztam, hogy egy kicsit elégettem a kenyerem, na mindegy. Kész lett a reggelim, tele-tele egészséges zsírokkal, még mondjuk hiányzik az avokádó, de mondom, kicsit éretlen. Így röpke 19 óra után végre egyek valamit. Amúgy még mindig nem vagyok éhes. Jó, mondjuk megettem két olyan kis golyót, lehet hozzátett az is, ahhoz, hogy ne legyek éhes, de simán nem vagyok éhes, még mindig fel vagyok folyodva. Úgy döntöttem, hogy nem fogok ebédelni, mert nem érzem rá magam, és nem fogom erőltetni a testem. És hát az a nagy mennyiségű reggel, amit megettem. Megcsináltam a kávémat. Itt meg magvak voltak, mandula, meg tök mag. Ugye tettem minden még egy ilyen kis golyót, amit a DM-ben vettem. 3-kor fogok menni edzeni, de még fél óra múlva jön ide Móni, segítek neki valamit befotózni, aztán ő segít nekem felvenni pár részt egy videóba. De nem is erről akartam beszélni, amúgy látjátok, hogy mennyire tönkre van az arcom is. Én sosem voltam patrásos, de katasztrófa, amilyen most rá van az arcom, ezért mondtam, hogy hormonális problémáim is vannak. Egyszerre körülbelül 50 problémám van, de úgy gondoltam, hogy ezt is megosztom veletek, mert én sem vagyok tökéletes, és nem is akarok annak látszódni egyáltalán. Amúgy most nagyon sok minden van az életemben, ami az úgy érzem, hogy kellett egy kis idő, és ezt meg is kaptam. És nem is tudom, hogy erről talán még videóban nem beszéltem, de ugye én már 5 hónapja egyedül lakom, és már nem vagyok együtt a barátommal. 5 hónapja nyilván, és ez nem is az a rész, tehát hogy ez ilyen közös megállapodás volt, hogy most jobb, hogyha nem vagyunk együtt, tehát ezért, ne értsetek félre, nem ezért vagyok szomorú, ez nagyon jót tett nekem ez a sok-sok idő egyedül, de így az utóbbi egy hónap az nagyon-nagyon nehéz volt nekem, és akkor ez jöttek, hozzácsapódtak ezek a problémáim, hogy most nem tudom, mire vagyok allergiás, most hirtelen hormonális problémáim is vannak, akkor a munkahelyemen tegnap volt az utolsó napom, megtudtam, hogy a főnököm, mindegy, maradjunk annyiban, hogy a főnököm mégsem volt egy olyan kedves ember, mint ahogy én azt gondoltam, sőt, mindegy. Igazából nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, hogy akkor most
ez valamiért csak megtörtént. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy mindennek van valami alapja, tehát minden valamiért történik, és nagyon sokat gondolkodtam, meg gondolkodok, hogy most akkor mi legyen. De hál' Isten nagyon sok mindenki biztat abban, hogy most vegyek egy kis levegőt, frissüljek fel, és csináljam azt, amit szeretek, ami a videózás. És igen, ez azt jelenti, hogy full time-ban nyomnám csak ezt. És én ennek nagyon örülök, tényleg nagyon örülök. Egyszerűen, hogy van egy ilyen lehetőségem, hogy megéljek abból, amit nagyon-nagyon szeretek csinálni. Ez hihetetlen amúgy. Ezért is voltam nagyon-nagyon stresszes az utóbbi időben. Meg a másik dolog, hogy tudjátok, mennyire szeretem a lakásomat, meg minden. De így egyedül fenntartani, nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert hát már 5 hónapja is ugyanúgy fenntartottam egyedül. A lényeg az, hogy annyi pénzt dobok ki egy olyan lakásra, ami nem is az enyém, és sose lesz az enyém, amiből simán inkább az egészséges életmódomba, vagy esetleg utazásokra költhetném a pénzt, vagy még több olyan dologra, ami engem boldoggá tesz, ez az egészséges nasik, meg az egészséges dolgok, vagy bármi, ami ezzel kapcsolatos. És én ezt a sok-sok pénzt mindig ide beleöltem a lakásba, ami annyiból állt, hogy vannak hetek, 2 hét, vagy 1 hét, hogy nem is vagyok otthon, mert Budapesten vagyok, vagy valahol kirándulok, és akkor üresen áll a lakásom, és csak fizetem. És igazából ebből is kicsit elegem lett, úgyhogy úgy döntöttem, hogy haza fogok költözni. Ami így úgy tűnik, hogy okay, ezzel nincs semmi baj, csak tudjátok, már 1 éve itt lakom, és itt kell hagynom a lakásomat, és ez az utolsó hónap, hogy itt lakom. Úgyhogy ez a hirtelen nagyon sok minden történt, így a fennföld, így összecsaptak a villámok, és nagyon sok ez nekem amúgy. És így úgy tűnik, hogy ezek a gondok nem is olyan nagy gondok, csak nem is azt mondom, hogy nagy gondok, mert ettől ne is legyen az életben nagyobb gondom. Csak ez a hirtelen, ezek a változások egyszerűen nagyon sok ez nekem. De próbálok mindent pozitívan venni, és próbálok pozitívan hozzáállni, és úgy venni ezt, hogy ennek mindenek így kell történnie, hogy valamiért ez így legyen, és én ennek nagyon örülök. Csak egymagam vagyok, és minden rajtam múlik, minden döntés, amit meghozok, és ez kicsit aggasztó, de majd jó lesz minden. És hogy most már mondtam, hogy most már full time csak ezt fogom csinálni, videózni, ezért tényleg nagyon sok videót fogok csinálni, és én ennek annyira nagyon örülök, csak annyira le vagyok hangolódva, hogy nem tudok ennél nagyobb örömöt mutatni, de tényleg nagyon örülök neki. Most értem vissza az edzésemről, ami nagyon laza volt, és nem vittem a kamerámat, mert töltöttem az aksit, hogy tudjak ma egész nap még vlogolni. Ez egy mandulateljes kávé, cukormentes, stb. És most itt van Móni, ugyanis a születésnapja van. Happy birthday to me! És megmutatom, milyen gyönyörű tortája van, ami igazából nem is torta, de úgy néz ki, mint egy virágcsokor. Úgy néz ki, mint egy virágcsokor, és ezek az eprecskék rajta ehetőek. Azokat csinálok most. Kurkumás a kezem. Meg mandulát eszem, teljesen jó. Kész lett a kis lazacom, és igazából 10 óra óta nem ettem semmit, csak mandulát, tök magot, meg azokat a kis golyókat. Ugye voltam edzeni, és ittam egy protein italt, rizs proteint, és most ezt. És már nagyon éhes vagyok, meg kicsit jobb lett a hasam is, de majd meglátjuk. Ez nagyon meleg még. Tök.
I'm sorry. Képzeljétek, hogy gyerekpezsgőt fogunk inni, mert Móni antibiotikumot szed, és én nem szedek antibiotikumot, de azért én szedek gyógyszereket. Jó reggelt, másnap reggel van, még nem reggeliztem, ettem egy-két mandulát, de az mondjuk nem mondható reggelinek, és mondhatjuk, hogy így gyomorra megyek edzeni, de csak azért, mert mindig fáj a hasam, és a másik, hogy úgyis nagyon lightos edzés lesz, mert még mindig beteg vagyok, egy kicsit. Szóval a lényeg az, hogy én edzés után az anyukámhoz fogok menni, ami azt jelenti, hogy megint nem zabkáset fogok reggelizni, mert nála semmi, se gluténmentes zab, se kókusztaj, semmi. De ne legyetek szomorúak, mert meg fogom várni a szombatot, azaz a holnapot, és akkor azt fogok reggelizni, és azt meg beleteszem ebbe a vlogba, mert tudom, hogy nagyon sokan kértétek. Én már itt vagyok az edzőterem előtt, meg is mutatom. Itt vagyok. Itt van az edzőterem. Ez mind szép és jó, hogy én itt vagyok, de az edzőm nincs sehol. És amúgy mindig ezt csinálja, hogy ő késik, és aztán rám fogja, hogy én jöttem később. Közben én már itt ülök 10 perccel korább. Megölöm, de tényleg. Lepisélek. Ő felsége 5 perc késés után. Hát hagyjál már most. Már reggel korán keltem. Ja. Uh-huh. És akkor írtak, hogy elaludtam. Ne kameráltam. Miért ideges vagy? Amúgy nem zavar, hogy bepisílek, és itt várok már 15 itt perc. Itt a fű. Mindig ezt csinálja, amúgy késik mindig. Aztán rám fogja. Jó Isten. Miért késtél akkor még egyszer? Hát csak úgy. Ja, csak úgy. Megteheti. Koszosat tükröz. Köszönöm, hogy rá. Jaj, most mikor beteg vagyok? Na jó. If I slip into the ocean, swallow me up in one motion, though seize my queen, I show devotion. Where's my life? Adásban vagy.
csináltam tojást, és most dinnyét fogok. Te is az a típus vagy, aki sokkal jobban vágyik édességre, édesebb dolgokra, mint a sósra, akkor jó helyen vagy, mert én is ilyen vagyok. Viszont ugye ezt is valahogy kompenzálni kell az életmódváltáskor, hogyha egészségesen akarsz táplálkozni. Na most, tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy délig szabad csak gyümölcsöt enni. Én azt mondom, hogyha gusztusod van valamire, és gyümölcs, és neked pont 5-kor van rá gusztusod délután, akkor edd meg azt egy gyümölcsöt, lehet az egy banán, egy mangó, egy dinnye, vagy egy mit tudom, egy szőlő, bármi, mert ha arra van gusztusod, és sőt, ez nagyon jó, hogyha gyümölcsre van gusztusod, és nem egy milka csokira. Szóval, hogyha gyümölcsre van gusztusod, és délután 5 van, és te azt mondod, hogy általában már nem ehetsz ilyet most, mert neked most tonhalat kellene enned, akkor edd meg a gyümölcsöt inkább. Egy abból a gyümölcsből, mondom, hogy egy kilót, de így egy pár szemet, egy-két darabot, csak hogy így érezd az ízét, és hogy egyél belőle, mert ha nem fogsz, és mondjuk eszel egy csipes salátát, vagy mondjuk egy tonhal salátát, hidd el, hogy utána ugyanúgy megeszed azt a mangót, és nem egy kis darabot fogsz benni rá, hogy az egészet megeszed, és még utána megeszed csokit, és már rátör ez a falási inger, és az sokkal rosszabb. Úgyhogy például most is 3:45 van, és nagyon-nagyon meleg van, izzadok, tehát így konkrétan itt állok, és csurog rólam a víz. És gusztusom volt dinnyére, és ettem belőle egy keveset, ami hát nálam 300 g-nak felel meg, mert én nagyon nagy dinnyefogyasztó vagyok, de ebben most nem erülünk bele. Viszont most ugye a gyümölcsöket is csökkentettem, mert nem tudom, hogy mitől puffadok. Egyszerűen inkább ettem belőle, mert aztán úgyis az lett volna, hogy csak azon kattogott volna az agyam, hogy fú, de megennék egy kis dinnyét ebben a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon melegben. Majd azt mondom, hogy amíg gyümölcsről van szó, nyugodtan egyetek belőle. Nem mondom, hogy egy 2 kilót, meg ilyesmi, de egyetek belőle, hogy érezzétek az ízét, és elmúljon ez a vágy. Mint hogy inkább azt mondjátok, hogy ezt nagyon nem ehetitek meg, és nektek most csirkesalátát kell enni. Mondom. Meg fogjátok enni a salátát, és utána a gyümölcsöt is, és az egész gyümölcsöt, vagy 2-3-at, vagy nagyon sokat, és még aztán rátok törnek további vágyak, például csoki, meg ilyesmi, ami meg már tényleg nagyon-nagyon-nagyon nem jó. És ezért szoktam minden nap valami édeset enni, de ugye, ahogy már mondtam, mindig valami paleo, kis müzli, vagy egy shake, egy protein shake, stb. Majd fogjátok látni a következő vlogjaimban, hogy miért szoktam még csinálni, mert ugye nem fogok mindent egy vlogba beletenni. Csak ennyit akartam mondani, mert eszembe jutott a dinnyéről most, hogy ezt elmondom, hogy szerintem tök felesleges ezen kattogni, mert csak mentálisan kikészültök, és ez a legelső, a legfontosabb az, hogy mentálisan rendben legyetek. Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. Ez nagyon finom. Ja, és a salátába raktam egy kis kotics sajtot is. Ez nagyon jó. Isteni.
Próbáljátok ki. Imádom a nagy-nagy-nagy salátákat, ahogy már mondtam, mert egyszerűen nagyon sokat szoktam, nagyon szeretek nagyon sokat enni, és a salátából, meg annyit eszek, amennyit akarok, és ilyen nagyon egészséges dolgokkal egészítem ki, mint a lazac, meg a gomba. És igen, nem is biztos, hogy ma említettem, de ma alacsony szénhidrát napot tartok, nagyon alacsony szénhidrát napot, ez mi azt jelenti, hogy tényleg a szénhidrát, amit megeszek, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés, és tényleg csak zöldségekből juttatom be a szervezetembe. Ezért nem ettem se kenyeret, se semmit reggel a tojáshoz. Azért ettem dinnyét, ilyenkor nem szoktam gyümölcsöket enni, mert nagyon, hát elég magas a szénhidrát tartalmuk, de ma ettem dinnyét. Egyik dolog az, mert ahogy már előbb is mondtam, hallgattam a testemre, arra volt gusztusom, és azt egyszerűen azt ettem meg, amire a testemnek volt gusztusa. Nem mondom, hogy egy nem McDonald's-ra volt gusztusom, hanem egy dinnyére volt gusztusom. Úgyhogy ezért ettem meg a dinnyét, meg amúgy azért is, mert belefért az egész napi szénhidrát adagomba, amit így ugye be akarok tartani. A nagyon alacsony szénhidrát napom van, holnap magasabb, úgyhogy holnap reggel megcsinálom a zapkását, és meg is mutatom nektek, hogy hogy csinálom. Az jutott az eszembe, hogy esetleg majd mutatnák egy olyan napot, amikor nagyon alacsony szénhidrát napom van, megmutatok egy olyat, amikor nagyon magas, meg van a közepes, ugye ezt a hármat szoktam változtatni, hogy ne szokjon meg a testem, és mindig sokban tartsam. Hú, nagyon meleg van, megyek lezuhanyzom. És kiültem ide, mert ez az utolsó napom itt, és többi időben alig ültem a kis teraszomon. És amúgy felfoghatatlan, hogy valaki itt fog lakni. Mindegy, csak ez a nehéz, hogy már annyira megszoktam ezt itt. Olyan tök sok minden lezárul amúgy az életemben, és olyan rossz, hogy minden egyszerre amúgy. De mindegy. Szóval, zapkása. Első lépés. A kupi közül kiszedni a... Igen, a gluténmentes zabot. Pont olyan gondoltam rá, hogy kellene venni zabot, de nem vettem. Így a 35 gram helyett csak 24 van. Mindegy, ma ezzel dolgozunk. 30 vagy 35 gram zab, amit én szoktam reggelire enni. Lehet rá egy kis kókusztej, ennyi. Pont, hogy így ellepje. És ezt most berakom a mikróba, mert nincs kedvem főzöcsketni, szóval mindig mikrózom. Addig kiveszem a fahéjat, mert mondjuk egy kis mandulát, mert fahéj nélkül nincs zapkása, meg ilyet is tehetünk rá, ilyen amarant szárított kis valamit. Ja, ez volt az orrspray. Ja, ezt most beveszem, mert minden kajálás előtt veszek egy zsírégető tablettát. Kész is van a zapkása, viszont ez, hogy mondjam, ez az adag engem nem elégít ki reggelente. Úgyhogy én azért szokott olyan soknak tűnni a zapkásám, mert hozzá szokok rakni 150 g joghurtot, nem mindig 150-et, de ma kevés az ab is, úgyhogy ma az egészet hozzárakom. Ettől lesz ilyen krémes állaga, meg sokkal többnek is tűnik. És akkor most hozzáadom a fahéjat, én nagyon-nagyon szeretem a fahéjat, és amúgy nagyon egészséges. Szóval belenyomok egy ennyit. Gyümölcsökből áfonyát és szedret fogok rárakni, ezeket most meg is mosom.
az egész ide kiszóródott, innen szedem fel, never mind. Amúgy nálatok is így néz ki a konyha, amikor valamit készítetek, úgyhogy tök mindegy. Szinte biztos vagyok benne, hogy másnál is így néz ki a szituáció. Kis mandula. Mondjuk ezt mérni fogom, 10 grammot tehetek bele. Kész is lenne a zabkása, mindig másképp készítem el, most így alakult, de majd fogom mutatni a többi változatot is, mert tényleg nagyon sok fajta féleképpen szoktam elkészíteni, imádom. Egyszerűen imádom. Jaj, de jól néz ki, és nagyon finom. Na, jó vágyat! Sokszor kérdezitek, hogy milyen az egyedüllét, és hogy tudok túllépni a szakításon, és egyedül lenni, és egyedül csinálni mindent. Hát nem is tudom, hogy ezt fel kellene venni, de legalábbis én olyan videósokat szeretek nézni, akik megmutatják azt az oldalt is, amit mondjuk mások nem mutatnának meg. Igazából a legrosszabb az az, hogy néha arra lenne szükségem, hogy valakihez hozzábújjak, vagy csak elmenjek sétálni, vagy bárhova, és hogy most már ilyen nincs. Úgyhogy az utóbbi egy hónap nagyon-nagyon nehéz volt, mert most ilyen nagyon mély ponton vagyok, amikor ugye minden, nagyon sok minden változik, ott a munkahely, a lakásom. Szóval igen, ezt nem tudom, hogy bele fogom rakni a videóba, de nagyon sokan kérdezitek, hogy én hogy vagyok mindig ilyen pozitív, és hogy tudom túltenni magam az ilyen dolgokon, és szeretném, ha látnátok, hogy nem, én sem vagyok mindig a toppon, és én sem vagyok mindig pozitív, és én sem érzem magam mindig legjobban. De szerintem ennek így kell lennie, és majd egyszer eljön az a pillanat, amikor nagyon boldog leszek, mert ez, ami most van, ez nem fog így maradni, természetesen nem leszek, nem fogom mindig így érezni magam. Most ilyenkor kellett törölni a könnyeidet, és tovább lépni, mintha semmi sem történt volna. Itt le is zárom ezt a vlogot, mert ma nagyon-nagyon hullámvölgyökben érzem magam, és megpróbálok kicsit pozitívabban állni ehhez a naphoz, aztán felmegyek pihenni is, mert még elég ramatyul érzem magam, egy kicsit beteg vagyok. Ne felejtsétek el lájkolni a videót, mert tényleg sokat segít ez a csatornámnak, és legközelebb találkozunk, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!